Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen a műhelyből jelentkezek újra a CarManic Simulator 2015-ből. Már nagyon régen vártam az alkalmat, hogy visszatérjek erre a játékra, és nem játszottam el egy percet se egyébként így videón kívül, úgyhogy ott folytatom, a labba hagytam, nem is tudom, mit csináltam éppen. Visszakapcsoltam egy kicsit a zenét, hogy legyen valami zene, nem tudom, hogy mennyire veszélyes a zene ebbe a játékba. Már így a copyright szabályai szerint, de majd meglátjuk, kipróbáljuk egyszer, aztán kiderül. Na, azt mondja, hogy ennek mi baja volt. Ebben nagyon sok dolog van, fékkel vannak problémák. Közben itt pakolászok egy kicsit, mert le fogom borítani az italomat. Remélem hangos a zene. Most előttem méricskéltem mindenfélét, hogy jó legyen. Én remélem jó. Van egy csomó XP, nem tudom elkölteni ilyesmire. Nem, mert nincs pontom. Na, oké. Na, akkor csináljuk a féket. Ahogy látom, elkezdtem szétkapni. Vajon hol tarthattam? Vettem-e új dolgokat? Nem nagyon vettem. Azt mondja, hogy kell két fék pofa, az biztos. Meg egy fék dob. Két fék pofa és egy fék dob kell. Ja, meg a munkahenger, aha. Azt már nem találtam sehol se, azt hiszem. Na, még egyszer nézzük át, hogy ne vegyek még egyszer ugyanolyat. De nem látok itt sehol új dolgokat. Nézzük csak meg ezt a javító bigyót, hogy itt lehet-e valamit. Aha, ezeket lehet javítgatni. Ez mi ez? Hátsó felfüggesztés. Ezt leszedtem erről a kis autóról? Nem hiszem. Na mennyi, mindegy. Akkor még egyszer ránézek, és akkor veszek ilyeneket. Fékpofát és egy hátsó fékdobot kell vennem. És itt kell vennem ilyesmit. Azt mondja, hogy első fékdob, fékpofa, ez az. Ez a fülemen megint hangos ez az effektus, de ezt nem tudtam külön halkítani. Mindegy, ja, talán azért jó lesz. Hol van a hátsó fékdob? Itt a hátsó fékdob, ez az. Jó. És akkor van még az a fék munkahenger, valami micsoda. Már beírjuk inkább, fék. Fék szivattyú, fék munkahenger. Aha, jó. Hát egyet veszünk. De ezt mondjuk nem találtam meg a járműbe. Tehát szétszedtem ezt a kis polákot már, arra emlékszem. De hogy ez hol, mondjuk a fék munkahengert én hova raknám? Fék munkahengert, azt valahol fékek környékére illene rakni, nem? Ott van az a fék szivattyú. Hopp, ez lesz az. Így van. Ezt le lehet szerelni? Szétszerelés. Ó, ez ennyi volt. Ez mondjuk tök jó volt. Akkor szereljük össze. Kap egy fék munkahengert. Hát ez mehet vissza, oké. Kell egy jó fék pofa, oké. Első fék dob, ez jó állapotban volt. Most már gyors csavarozó vagyok, úgyhogy be se jól fogok haladni ezekkel a csavarokkal. Azt mondja, ide kell egy sapka. Hát egy sapkát belerakjuk, nem gond. Mindegy, melyik sapkát rakjuk, meg akkor egy kerék. Egy jó kis rozsdás felnivel. Ahogy kell, oké. Nagyszerű, most akkor át kéne jutnom ide. Nem tudom, itt szereltem, de lehet, hogy itt szétszerelésről van szó, így van. Remélem, hamar hozzáférek a fék. Hát ez is azért kell szedni elég jól. Csak utána látom meg a fék munkahengert, úgy néz ki. Most fogom megpillantani, és elég rossz állapotnak állapotúnak tűnik. Igen, ez volt a 2%-os, oké, akkor mehetünk összeszerelő módba.
És akkor ide berakjuk a jót. Egy jó ilyet. Hát én most beraktam a 100%-ost. Mindegy. Végül is. Hátra jó lesz a másik is. A kupak. Kerék. Úgy látszik, hogy ebből a kis polákból is lesz valami. Meg fog tudni állni. Jó. Hogyha engedi, akkor ezt elviszem egy tesztútra, ezt a kis poszkit. Úgy poénból. Legyen még egy ilyesmi tartalom is benne. Azt mondja, hogy összeszerelés továbbra is, de most ki kell lépnem ebből a módból, mert el kell mennem hátra. És itt kéne bütykölnöm. Mit kéne itt visszaraknom? Összeszerelés, így van. Ez az. Ez jónak tűnik. Azt nem, mit rakjunk még be? Egy ilyet. Most ebből lehet, hogy van egy pluszom. Lehetséges ez? Nem, mert a másik oldalon még van egy kerék, úgyhogy talán azt is leszettem. Hát biztos meg különben miért lenne még egy felném itt az inventorimba. Teljesen felesleges lenne. Hát ez itt is vagyunk. Ide berakjuk ezt. Most azokat az eszközöket, amiket tudok javítani, azokat nem is fogom eladni. Sőt, javítani se fogom, mert most még nem vagyok elég feketőves a javításba. Mert ahogy észrevettem, a javítás az fejleszthető, ahogy néztem. Na, azt hiszem most rendben van a kocsi. Ja, minden pipa. Oké, megnézzük a próbautat majd. Szóval, most kiszorom az összes fölöslegest. Csak azokat tartom meg, amik nem is itt, hanem itt javíthatók. Hát összesen van egy hátsó felfüggesztés sikar. De ez honnan maradt meg? Ez rejtélyes. Már nem emlékszem rá. Ezek annyira rosszak, hogy ezeket nem lehet javítani, tök gáz. De miért nem lehet ezeket javítani? Há, nem. Na jó, akkor adjuk el ezeket a cuccokat. Túl nagy pénzeket nem kapok értük. Meg az ingyen volt. Inkább ilyen vasárba mennek, ahogy nézem. Jó, azt meg lehet javítani. Azokat viszont megtartom, ami olyan. Ez van itt 20. Az egész jó. Biznisz volt, egy hűtő. Ez biztos drága lesz. 130. Egy rossz hengerfej. Szuper. Hát ez nem volt nagy deal. Jó, hát ebből az életpénzünk. Lett pénzünk. És akkor most kis poszkit leengedem. Kirakom oda középre. Aztán elviszik egy próbaútra. Ha tudok vele menni. Rakjuk ki középre. Hova? Ezekben nem is tudom, mert ezek még nincsenek feloldva. Ide viszont ki tudom rakni. Na nézzük, hogy a garázs kiengedem. Mert lehet, hogy aztán nem is engedem ki még. Nem vagyok ott, hogy megtehessem. Tehát az aukciós házba... Meg kell vennem a garást, oké. A versenypályára elvihetném az autót, de... Hát nem kéne a versenypályára elvinnem az autót szerintem. A műhely az vagyok én, igen. Na menjünk ide akkor ezzel. Ó, engedte, jó, nagyszerű. Nem tudom, mivel lehet irányítani, kormány most nincs felszerelve. Van egy kormányom, de most nincsen itt a kéznél. Megnézzük a kis polszkit, hogy megy. Kíváncsi vagyok. Azt hiszem, hogyha itt összetöröm, az nem számít. De legalábbis nagyon bízok benne. Hú, ezt is ki kell volna raknom az SSD-re, mert elég sokat tölt. Mert az a Ruston és a Space Engineer-en is elég jól meglátszott, hogy kitettem SSD-re. Na mindegy, a legfeljebb ritkában jövök majd. Na itt a kis Polski. Mivel megy? Via SD. Elég trail húz. Elég hangos egyébként a játék. Mi a teendőm, vajon?
Hát igen. Hopp, egy kicsit, ez nem tett jót a felnének biztosan. Jó, azért meg lehet szokni. Furán reagál a dolgokra. Ojojoj! Ez mák volt. Nagyon limbálódzik. Az egész jármű. Mondjuk benne van az is, hogy a kormány mozdulatok azok elég hevesek így billentyűzetről. Ez azért jó. Itt meg kell állnom és kész is, nem? Jó, szerintem ezzel nincs baj, jó, ez a kis polszki át lehet adni a tulajnak, mindenképp egy jó javítást végeztem, meg lehetett vele állni a végén, és csak egyszer patkáztam meg, mondjuk ezt izomból. Egy ilyen azért a felnének nem tesz jót, amikor az ember, mit tudom én, olyan 40-nel így direkt beeltalálja a patkát így szemből, azért az. Még a vasfelnén is nyomot hagy, az alufelniről nem beszélve. De hát ezen ugye alufelni nem volt, csak rozsdás vasfelni volt, úgyhogy az különösen jó hatással van rá. Nem tudom, hogy az amerikai izomautók például ezek alapból benne vannak-e, vagy valamilyen, de nem hiszem, hogy valamilyen csomagot kéne ahhoz vennem, mert ami kimaradt a Gold Editionből, ami nekem nincs meg, az a DeLorean, a visszajövőbe cucc. A Mercedes meg a Maserati. Azt hiszem ez a három pak nincs meg, úgyhogy abban szerintem biztos, hogy nem nincsenek benne az amerikai autók, azok itt bent lesznek. Na most az a helyzet, hogy 55 a legrosszabb cucc. Hát reménykedek, hogy 55-ös az még benne lehet. Jó, akkor ezt leadom, ezt a melót. Ó, szuper. Ugyanunk időbe, nagyon jók vagyunk időbe is. Azt mondja, alsó felfüggesztési kar B. Első lengés csillapító és a gumipersely. Nem, ezen van a lift hívó. Oké. Nem ezt akartuk, hanem ezt. Mit nyomtam itt meg egyébként? Ja, az inventory-ma. Honnan tudom, hogy mikor értem el XP-t például? Azt mondja, 1000 TP-nél, de ezt hogyan látom, hogy mit váltottam ebből be? Hát mondjuk annyit látok, hogy 2-t elhasználtam, az 2000, ja. Biztosan valahol jelzi ezt nekem, csak én nem érzem át. Na, nézzük meg azért a telefont, hát ha jöttek be újabb járművek, valami újabb, jobb fajta járművek. Meg hogy egyáltalán mi a következő cél, amit el kell érnem. Úgy látszik a 3007-nél már a SUV-ok bejönnek, ezek a terepjárók. Ez jó. Itt van egy autó, ezt elvállalhatom. Hangorkán gyorsításnál. Aha, és itt már nincsenek megadva a feladatok. Na, nehogy elvállalom. Hangorkán a gyorsításnál, ez valószínűleg egy kipufogó probléma. Egyrészt jelezve volt ikonnal nekem ott, hogy kipufogó. Másrészt meg hát ez ugye arra utal egyértelműen. Kipufogót azt szerintem fölülről kell majd javítgatnom. Ez az autó még nem is volt itt, ez a típus. Beülhetek. Jó, kiszállok. Hogy tudok kiszállni, ezt képpel kitok, jó. Oké, dobjuk az emelőre, és nézzük is meg. Legyen ő, akit megjavítunk, legyenek új autók. Megjött egy hívás, addig azzal foglalkozunk, amíg ez fölmegy. Nem fogadok el most autó. Ó, itt egy terepjáró, ezt elfogadhatnám. Milyen problémák szoktak lenni abból, hogyha minden helyen foglalt? Egyszer volt már, hogy hát muszáj volt megcsinálnom egy autót akkor. Addig nem tudtam kirakni. Mindegy, szerintem ezt nem viszi el senki onnan. Ezt gyorsan megnézzük, hogy ennek mi a baja. Na, gyerünk ide be alulra. Kipufogó szerelés lesz ez. Mondjuk elég rossz állapotban vannak a telói is. Kiszedem. Ez nagyon rossz állapotban volt. 53%, az nem is olyan rossz. És mi a helyzet ezzel a járművel? 44-ig bármit berakhatok, hát akkor ezt visszarakjuk, mint a szél.
Pedig itt csak arra utalt, hogy tiszta rozsda, így rohadt az egész elfele. Aztán gondoltam, hát ez a baja, de akkor úgy látszik, nem, ennek mi baja, üzemanyag tartály, de az nem lehet. Azt miért nem tudom leszedni? Ó, oh, akkor lehet, hogy ez a csonka lesz baj, de ezt hogyan férek ahhoz hozzá? Hoppá, ezt leszedtem. 47%. Belefér még az is sajnos. 45, ez már határeset. Menjünk előbbre. Felfüggesztés, ezt is megnézzük. Katalizátor. 45, és az ott az, az mi az a csonk? Ezt nem tudom leszerelni. Ez az, né, kiömlő. Mi a kiömlőnek mi baja van? Vagy hogy miért nem engedi leszedni? De azt meg, ha leömlőt, azt nem tudom leszedni, mi? Csak úgy. Jó, de ezt hogy tudnám leszedni? Ó, pedig ez elég rosszul néz ki itt. Na mindegy, nézzük meg akkor. Azt mondja, 45, 45, 44, attól tartok, hogy ezek mind jók. 44. Van egy 44-esünk. De még azt is épp be lehet rakni. Óha. Ismeretlen alkatrész a problémás. Hangorkán gyorsításnál. Hát... azt hiszem az a leömlő lesz. Akkor ezt most megszívtam. Ezt most nagyon megszívtam, mert ezt... elég jó szét kell szednem szerintem a motort fölülről. Itt működik az állapot felmérés? Ó. Működik sajnos, és itt nem látok problémát. Akkor nézzük meg még egyszer ezt az állapot felmérést hátul. Az állapot felmérés a C-vel történik, és akkor itt mit látunk? Tök rosszak a teleszkópjai, az biztos. De ez csak kipufogó lehet, ez a dolog. Most vegyek rá egy komplet új kipufogó rendszert, ha nem szívesen vennék. Hát még ez se sokat segít rajtam, ez az állapotfelméréses dolog. Nem látok itt olyan piros alkatrészt így kapásból. Sőt, tehát a leömlő se tűnik olyan nagyon rossznak. Ebből a szögből. Hát mindegy, leszedjük. Jobb hián. Mindenképpen kipufogó. Nem tudok mit csinálni, ezt szét kell szerelnem. Ezt kéne... ah, jó, le lehet szedni. Kár, hogy... 80 ezer csavar van benne, de remélem ez 43%-os lesz ez a cső, és akkor akkor szerencsém lenne. Kocsi alól lehet hozzáférni, oké, okay, rendítsek. Emelgetem jobbra-balra ezt az autót. Azaz, ó, szuper. Kijön... kipufogó, mi ez? Kipufogó leömlő R4 11%-os, megtaláltam. Tudtam, hogy a kipufogóval lesz a baj. Meg van még a chipem. Megám. Gyorsan ezt megvesszük. Mi ez a tuning bolt? Wow, itt azért van sok ilyen cucc, kramanc. Még van egy DLC, most jut eszembe a Performance. Ott lehet ilyen, ott is tuningokat lehet venni, de nem ilyen optikait, hanem motorikus dolgokat. Felnik, meg cuccok, itt van a felnik. Na, ezekből azért lehet válaszolni. Nem sok van, de azért ezek nem olyan rossz dolgok. Na, kerékbolt, vannak itt jó kerekek, oké. Okay. Na ne kalandozzunk el, karosszériát sem akarok venni, hanem már megint nem tudom mit akarok venni, olyan kipufogó cuccot. Azt mondja, motor, futómű, fék, kipufogó ez az.
R4-es, az biztos. R4 kip, ez az. 45, nem is drága. Rakjuk be gyorsan, aztán hadszoljon. Ezt mondjuk azért majd egyszer megnézem, hogy amikor így behoznak egy ilyen autót, hogy hangos, akkor elviszem a pályára, megnézem, hogy tényleg ezt is adja a játék, hogy mondjuk tényleg hangos az autó ilyenkor. Ez jó pofa lenne egyébként. Innen nem tudom megszerelni, mi? Nem. Le kell szednem. Mindegy, de már gyorsan meg lesz. Gyorsan fölcsavarozom. Azt akkor mehet rá a hátsó kipufogó rendszer. Szerencsére profi gyors csavarozó vagyok már. Messze vagyok még a 3000 XP-től sajnos. Nem is néztem meg, hogy mi az, amire szükségem lenne egyébként. A következő XP nyereségnél mire gyűjtsek. Na, akkor dobjuk fel a hátsó dolgokat. Az, hogy összeszerelés. Egész hátra kéne mennem. Ezt nem tudom még felrakni. Ezt. Kezdjük ezzel. Oké, aztán jöhet ez. Jó kis rozsdás kipufogó rendszer. Na. Innen meg se érem ezt a szegény kipufogó. Na, innen már igen. Oké. Na, megvan? Megvan ám. Szuper. Na, gyere csak le. Wow, király. E89. Hát egy kicsit többet néztem ebből a melóból ki. Megnézem, hogy ezt tudom-e javítani a kipufogó alkatrészeket. Nem, úgyhogy akkor ezt dobjuk is el. 3 dolcsír. Oké. Okay. Mindig ez lesz, akkor ránézek, hogy egyáltalán lehet-e ezzel foglalkozni. Na, mi a következő? Azt mondja, gyors manuális vizsgálat. Ír róla? Nem ír róla semmit. Nem lehet valami infót kérni? Nem. Nem. Miért is lehetne ugye infót kérni róla? Na, jó van. Ezen is végig kéne menni, csak ez 1, 2, 3, 4, 5000 XP. Meg nem tudom, mekkora kassa. Ez inkább majd akkor lesz deal, amikor már veszem a kocsikat magam. Akkor lesz jó javítani az alkatrészeket, mert most egy kicsit kaszálok, hogy nem annyira nagy buli. Na, ebben mi a gond? Ez mi ez a jel itt? Ez a motor, fékek, váltó, kipufogó. Futómű, ez futómű lesz, ja. Összes lista, autó nehezen irányítható, oké. Okay. Elvállaljuk persze. Az első jippem. Meg is nézzük, milyen. Vélhetően ezt még meg tudjuk javítani. Fú, ez igen. Jó színe van. Ezt is lehet nyitogatni, meg ilyesmi. Hopp, leszettem. De jó. Csak ki akartam nyitni. Az ajtót azt ezzel tudom, nem ezzel tudom kinyitni. Hogy tudom kinyitni az ajtót? Azt mondja, normál mód kell nekem. Aha, így, oké. Okay. Jó, így lehet nyitogatni. Normál módba. Na, ki telefonált? Ó, egy újabb jó kis oldtimer. Vagy hát egy ilyen régebbi fajta autó, és ezt is tudom javítani. Nagyszerű. Na. Te szépen menjél az egyes emelőmre. És mivel neked futómű gondjaid vannak, ha jól emlékszem, mennyi gondod van, belső kormány, első rugó, első stab. Na, ezzel elleszek egy darabig, lehet, hogy ezt meg sem tudom javítani ebbe az epizódba. Ez nagyon trail az autó állapotra. Na, hát Oké. Nézzük azt a állapotfelmérő módot. Ezeket így ki lehet pattintani, vagy ez nem így megy? Nem így megy. Téged se lehet kipattintani. Jó, tehát akkor a rugókat le kell szednem mind a kettőt, ott azt a lengéscsillapítót is. Ez se engedi.
Jó, hát... Akkor szereljük szét. Ezt a kereket, ezt leszed, le kell szednem, ezt nem muszom meg. Szétszerelés, így. Oké. Okay. Szuper. Így most már hozzáférek ehhez. Oké, okay. Közben nézem a százalékját. Ez például nagyon rossz volt, ez a gömbfej. Ez is rossz volt. Ezt leszedjük. 52-es, nem tudom. 52 még belefér. A rugó... Az már nem fér bele. Ez is elég tréül áll. Mit csináltak ezzel az autóval, hogy itt szétment a felfüggesztése? Hihetetlen. 14-ed is rossz. Ez is... Föladta, szerintem. Igen, ez is 4-en volt. Itt is van egy nagyon tré alkatrész, de azt már csak onnan tudom kiszedni, meg ezt is. Jó, akkor menjünk át a túloldalra. Itt is lekapkodok mindent róla, ami olyan... Azt akkor megveszem az alkatrészeket. Hát itt most kénytelen vagyok, mert ezt nem tudom addig kiszedni, amíg ezt nem szedtem le. Ez mondjuk egy jó alkatrész szerintem. Jó, és akkor talán most kijön. Most kijött, jó. Ezt viszont csak akkor tudom leszedni, ha ezt a felét is szétkapom. Ez még belefér. Ez is jó. Ez nem jó, oké. Okay. A rugót itt is le kell szednem, szerintem itt a rugóval lesz gond. Ja, jó. Hát, nem tudom. Kiszedem ezt is. 50, hát ez még jó. Gumipersely az jónak tűnt. Pedig olyan gondunk is van, gumipersely agy. Aggyal nem volt gond. Azt mondja, oké, oké, oké. Oké, ez más kerék, hogy hajtás átvívő. Laprugó hátul lesz, ez biztos. A kormány összekötő, vagy a kormány mit tudom, csodáló, az valahol itt lesz, az a kormányos cucc. Kormánymű. Kormánymű? Komplett kormánymű probléma van. Ó. Oh. Nem, azt nem szedjük le. Kormánymű, hol a kormánymű ezen? Hm. Leszedtem már vajon? Na nem, mindegy. Elmegyünk, ezeket pótoljuk. Na merre lakok ott? Közben az időt is nézem. Nem, ezt még megcsináljuk, ezt a kocsit. Mindenképpen, mert ezen lesz kasza. Szerintem, én úgy érzem. Azt mondja, legyen minden. De nem néztem meg, hogy mit akarok venni. Menjünk sorba. Ez nem kell. Ilyenből kell... Ez mi, ez külső kormány összekötő gömbfej. Abból egy kell. Hát kénytelen vagyok így menni, mert nem tudok másképp. Hogy nem maradjon el semmi külső. Oké, okay, ebből egy kell. Az megvan. Akkor kell egy belső kormányrúd. De jó, hogy törli nem kell nekem. Ez is megvan. Ez jó. Akkor ebből az első rugóból viszont kettő kell, mert ez mind a kettő tök rossz állapotban van. Oda is vegyük, hogy első rugó. Hú, de ez drága. 100 dolcsi. Oké. Okay. Pipa. Akkor kell egy stabilizátor összekötő rúd B. Abból egy. Azt mondja, hogy stabi. Azt hiszem a B kellett. De mindjárt kiderül. Rögvest. Igen, itt a B. És vettem egy jó bét, nem? Valahol itt, ja. Oké. Okay. Ez is rossz. Kettős keresztlengő. Mit tudom, micsoda. Kettős. Ebből biztos nincs sok. Jó, drága cuccok, szerencsére. Ez mi? Kormánymű. Akkor kiszedtem a kormányművet is közbe. Csak elfelejtettem, hogy az az. Oké. Okay. Ez volt ez a hegyes. 800! Nem baj, de legalább el tudom adni majd jó pénzért. Na mindegy, visszaszórjuk.
hogy mindennek meglegyen a helye. Első stabilizátor rudna, azt nem vettem. Az még kell bele. Remélem, nem, nincs bele sok. De kettő. Nekem a B kell. Ó, szerencsére nem ment el a dolog, úgyhogy ezzel szerencsém volt. Na hát az első chipbe abba belehúztam, úgy néz ki. Nem egyszerű a jószág. Na, mindjárt jó lesz szám, megcsinálom. Na, csináljuk ezt a felét akkor. Rakjuk be jó alkatrészeket. Na, felem felrakhatjuk a kereket is. Nem vagyok semmi jónak az elrontója. Legyen fönn a kerék. Oké. Okay. Itt még van egy kis dolog. Ezt kell felraknom. Legyen itt is az az új. És még van egy ilyen stabilizátor összekötő B. Ez a felezigen jó lesz. Itt egy csomó alkatrész kicseréltem újra. Oké. Okay. Akkor mehet a jó rúgó. Oké, okay, ebből mind a kettő 100%-os lesz, ezzel nem lesz gond. Ez a sapi, ez régi még, de azért megjárja. Oké, okay, ez a fele rendben van. És megyünk ide. Összeszerelő mód. Na nézzük, mik jönnek. Ide kell egy ilyen. Egy ilyen. Nem a kettő, legyen a kerék, nekem az is jó. Kíváncsi, hogy hány alkatrész marad még, mert hátul is kell még valamit mókszolnom, de az öme az itt elő volt a problémáknak, úgyhogy szerencsém lesz akkor. Akkor ezzel már előbbre leszünk. Ez a jobbik. Ebből van egy, ami igen rossz, ez megmarad. A rugók is megmaradnak, jó. Na, azt hiszem most nagyjából felszórtam rá mindent, amin volt. Oké. Okay. Hát elek hát kerék vagy hajtás, hát ősz hátul lesz, vagy nem tudom, kerék vagy hajtás, összkerekessek bárhol lehet. Hát én reménykedek, hogy hátul van. Nézzünk még egy ilyen állapotfelmérést, hogy nem-e világ itt valami piros, itt vannak piros dolgok, jó. Oké, legyen akkor ez a piros dolog. Azt megnézzük, és akkor megkeressük ezt az agyat, amivel gond van. És akkor nem agyalunk rajta. Na, mit lehet itt? Hogy kell itt szétszedni ezt? Oké, leszedjük a fék pofát. Illetve a fék házat, vagy nem tudom, hogy az a fék pofa. Ezt nem jön ki még. Mondjuk ez nem tűnik rossznak, de ez olyan agynak tűnik, ez a középső valami. Nem, nem az volt. Aha, ez volt a, ami bajos. Hogy hívják ezt konkrétan? Hátsó tárcsa, fékes, tengely, csonkház. Fú. És egy ilyen probléma volt is. Igen. Hol a laprugó? Itt egy laprugó, de ez a fele, ez jónak tűnik, hogy melyikkel van baj, vajon. De elől nem laprugó van, nem? Ott nem. Érdekes, pedig nem tűnik rossznak. Na mindegy, veszünk egy ilyen, még egyszer, hátsó tárcsafékes tengely, valami. Akkor nézzük hátsóval, menjünk a keresőbe hátsóval. Hátsó lengőkaros tengelycsonkház, hátsó tárcsafékes. Tárcsafékes volt, ezek meg elsők, ja, ez az. Persze ez a legdrágább, mi? Jó. Na mindegy, visszadobjuk. Vagy hát nem tudom, hogy visszadobjam-e. Először meg kell nézni, hogy hozzáférek-e valahol a... ezekhez. Nekem igazából ezzel lenne tervem. Ezzel mi baja van ennek, hogy miért nem tudom leszedni? De mi van itt tudva?
Csavarokedek itt simán. Ezt se lehet leszedni. Nem mondta, hogy az egész tengelyt le kell szednem. Ja, hogy ez. Aha, jó. Hú, szerencsém van, azt hittem le kell szednem az egész tengelyt ahhoz, hogy ehhez hozzáférjek. Ezek 53-osak, ezek jók. Ez mondjuk elég teri állapotban. Ó, laprugó tartó. De laprugó tartóról nem beszéltünk. Ja, de beszéltünk. Oké. Kerék vagy hajtás átvívő. Arra fogalmam sincs, ez hol lakhat. De kerék vagy hát... Kerék vagy rákeresek erre. Azt mondja, hogy kerék vagy... Hajtás átvívő. Aha. Ez valami tengelyen van rajt. Olyan, mint ez a kerék, hogy záró, tehát benn van abba a... Ebbe benn van itt belül, valószínűleg. És mi az, amit most leszereltem és kéne belőle? Ez. Laprugó tartó. Jó, veszek egy ilyet, mert ez kelleni fog. Azt mondja, hogy lap... Rug... Laprugó tartó, ez az. Azok a izék, azok rendben vannak, nem? 50-49, jó. Hol lehet ez? Az a baj, olyan pici az alkatrész, hogy bárhol lehet, komolyan. Állapotfelmérő. Hát, észreveszem valahol a pirossat. Hajtás átvívő. Hát... Így is bárhol lehet. Na hát ezzel most meg leszek lőve. Lehet itt elől is. Akár. Ha most leszedek egy kereket. Még egyszer. Na. Ezt akarom leszedni, de hogyan tudom erre rákérezkedni. Így. Megnézem, ennek nincs ebben a közepén valami ilyesmi. De itt van kerék, hogy hajtás átvívő. De ez jónak tűnik. Állapot felmérő. Aha, ez jó. Oké, jó, de legalább tudom, hol van. Visszarakjuk. De nem karosszériát akarok én összeszerelni, hanem... Normál mód? Nem. De miért váltottam én karosszéria módra? Milyen gombot nyomkodok? Hogy lépek ebből ki? Na, összeszerelő üzemmód. Jó, jó, helyen járunk. Most már oda jutok a kerékhez lassan. Ja. Tehát akkor ez rendben van, ez a kerék. Úgyhogy csak reménykedek, hogy mondjuk itt van a probléma. Hát mindegy, ezt is leszedem még egyszer jobb híján. Csak megtalálom ezt a piros hajtás átvívőt. Hát ez már rosszabbul néz ki. Oké, megvan. Ő a bajos. Ő a bajos. Jó, ez gyors volt, oké. Okay. Na hát akkor menjünk összeszerelő üzemmódba, mert mindent össze tudok rakni. Elvileg. Ez mi? Ja, hogy azt is kiszedtem innen, értem. Oké. Okay. Hátul meg a kereket kell összeraknom, meg a fékrendszert, aztán kész is van ez a... Kis aranyos. Oké, okay, ez a fele rendben van, akkor itt kell egy kis rendet raknom. Kezdjük először a... Először is, hát felőlem mehetsz te is föl. Ez most hátulról szerelem? Ja, valahogy innen kell csavarozni, aha. Ahogyni, helyes. Mehet rá ez a féktárcsa. Fékbetétek. Meg ez a féknyereg.
Közben tanulom a szakkifejezéseket is, hogy kicsit okosodjak is az autó alkatrészekből. Jó, ez rendben van, akkor még lejjebb megyek egy kicsit, valahol ide a laprugó környékére, ide. Jó, kicsit kitakarja, de nekem itt kéne összeszerelő módba áttérnem. Igen, ez kell ide, ez. Meg a haverját még be kéne nyomnom ide. És szerintem így már komplett minden. De ugye rákérdezünk. Fú, mindent meggyújtottam, 4253. Jó, ez egy zsíros meló volt. Sok baja is volt mondjuk a járműnek. Remélem csak 100 XP-t kapok egy ilyenért. Itt nem lehet kinyitni, mi? Visszatehetem oda középre? Csak úgy belenézni egy ilyenbe. Na, nézzünk bele. Hát semmi extra. Ide is beülhetek, ide nem ülhetek be. Na jó. Csukjuk be. Jó, akkor a motor. Oké, adjuk oda a tulajnak. Szerintem itt minden rendben van vele. Ott a két fő feladat. Az alkatrész is, tehát azt hol lehet megnézni egyébként, hogy milyen alkatrészekből áll a jármű. Itt a két rész feladat. Jó, leadjuk a munkát. Hát csak 100 XP-t kaptam érte. Jó, akkor szerintem mára ennyi lesz, még annyi, hogy behívom azt a jó kis autót. Ezt, igen, ezt fogom ide hívni. Megnézzük, hogy néz ki. Aztán akkor a következő részben ezzel fogok foglalatoskodni. Na, jó, jól néz ez ki. Igen, ez már egy ilyen oldtimer valami. Király. Jól egy motorral gondolom. Aha. Ja, és egész másfajta a motor is benne. Csomisza is van neki, vagy ahol van neki csomagtartója is, király. Jó. Megjött egy új autó. Ezt most elrakjuk ide a szélére addig. És akkor megnézzük még, hogy mi jött meg. Egy kis polák jött. Futómű. Hangos kipufogó. Jó. Hát a következő az ez lesz majd, amit elérek, ez a 3007 XP. Ezeket ki kéne dobnom addig. Hát ha beesnek a jobb kuncsaftok. Jó van, most úgyse fogadok el többet. Megnézem csak úgy poénból, hogy mi jött. Az szintén nem tudom elvállalni. Úgyhogy a következő epizódban ezzel a oldtimer csodával fogjuk kezdeni, ezt fogom megbütykölni. Vélhetően jó kis haszonnal meg eladni majd. A jár, vagy hát a visszaadni a tulajnak a járművet, nem adom el persze, mert annak nem lenne túlbecsületes dolog egy behozott szervizes járművet eladni. Szóval mindenképp megjavítom, aztán fogom visszaadni, és vélhetően talán sok-sok pénzt és XP-t fogok érte kapni. Jó, hát ezek megint dobósak lesznek, ahogy nézem. Oké, akkor köszönöm a figyelmet. Ennyi volt mára akkor a Carmionic Simulator 2015. Pénzem az nagyon sok van, nem is tudom, hogy tudom elkölteni valamire, hogy csak pénzért vásárolni. Ezeket XP-re lehet feloldani, vagy pénzért? 5000. 2500. Ezt már majdnem, a vizsgasort már majdnem föl tudom oldani. Mérőpad, ez az, igen, ez DLC-s. A performance az az első, amit meg kéne majd vennem. 9000, ez nagyon sok. Jó, hát úgy néz ki, hogy ezek vannak. Hát a vizsgasor az első, amelyikkel fogok majd foglalatoskodni a közeljövőbe szerintem. Ott is van egy ilyen szerszámos cucc, ezt is lehet használni. Ugyanazok jó van, ugyanazok vannak bent. Meg itt is. Jó van, ezeket nem lehet kibontogatni. Na jól van, akkor most tényleg elköszönök. Jövök vissza hamarosan. Ugye ennek nincsen pontos napja, ennek az autószerelős
epizódoknak, de hát próbálok majd besűríteni ide-oda belőle egyet mindenképpen a héten, meg hát a héten többet is, ha tehetek, mert én szívesen játszom ezzel a játékkal, úgyhogy jövök vissza minél hamarabb. Sziasztok!